víz felszínén tovagyűrűző hullámok azt a benyomást kelték a szemlélőben, mintha a hullámhegyek és a hullámvölgyek haladó mozgásban lennének. A jelenség megértése érdekében modellezzük a hullámmozgást. A gyerekek nem változtatják helyüket, tevékenységük mégis a kötél hullámszerű mozgását eredményezi. A vízben terjedő hullám esetében sem végeznek haladó mozgást a víz részecskéi. Hullámmozgásnál a közvetítő közeg minden pontja azonos frekvenciájú rezgőmozgásban van, mint az modellünkön látható. A pontok rezgési fázisai között a kiindulási helytől mért távolsággal egyenletesen növekvő fáziskülönbséget tapasztalunk. A modellünkön is jól megfigyelhető, hogy a hullámmozgást végző pontsor minden eleme harmonikus rezgőmozgásban van. A hullámterjedés látványa éppen annak következménye, hogy a rezgések közötti fáziskülönbség szabályosan, összehangoltan változik. Általánosságban hullámnak nevezzük mindenféle helyi változás továbbterjedését valamely közegben. Az állapotváltozás terjedése a közeg részecskéi közötti kapcsolat eredménye. A hullámok tulajdonságaira a közeg is hatással van. Új közeg határához érve a sík hullám hossza és terjedési iránya megváltozik. Ez a hullámtörés jelensége. A hullámtörés felhasználásával a sík hullámokat egy pontba gyűjtő lencsék készíthetők. Hullámok a közeg határán meghatározott törvények szerint visszaverődnek. A görbült felületről visszaverődő hullámok egy pontban találkoznak és úgynevezett gömbhullámokká alakulnak. Ha a közeget egyetlen ponton hozzuk rezgésbe, gömbhullámok keletkeznek. Megváltozik a hullámkép, ha a hullámforrás mozog a közeghez képest. Egészen új jelenséget tapasztalunk, ha a hullámforrás sebessége nagyobb, mint a hullámok terjedési sebessége. A hullámok találkozási helyein kétféle rezgés állapot adódik össze. Interferenciát látunk. Az interferencia képen jellegzetes vonalak mentén feküsznek azok a pontok, ahol az összetevő rezgések 180 fokos fázis különbséggel találkoznak, és ezért kioltják egymást. A hullámterjedést a közeg minden pontja közvetíti. E pontok elemi hullámok kiinduló pontjai. Az új frontvonalak az elemi hullámok interferenciái révén képződnek.
vonal mentén keltett hullámok a végekről visszaverődve hozzáadódnak azokhoz a hullámokhoz, amelyek később indultak a keltőhelyről, és még nem érték el a vonal végét. Így olyan kollektív rezgés állapot jöhet létre, amelyben csomópontok és duzzadóhelyek egymástól negyed hullámhoznyi távolságban helyezkednek el. Az álló hullámban a közeg minden pontja harmonikus rezgéseket végez. Fél hullámhoz hosszúságú szakasz mentén a rezgések azonos fázisúak. A csomópontokon 180 fokos fázisugrásokat találunk. Az álló hullámok létrejöttének feltétele, hogy a kötél hossza a fél hullámhoz egész számú többszörösével legyen egyenlő. Adott hosszúságú és feszítettségű kötél esetén a hullámhossz változtatásával elérhető, hogy egyre több csomópont alakuljon ki. Ilyenkor a rezgési frekvenciát kell növelni az alapfrekvencia egész számú többszörösére. Álló hullám állapotok nem csak kifeszített húr, hanem felület mentén is kialakulhatnak. Így csomóvonalak képződnek, amelyek egymástól fél hullámhoznyi távolságban vannak. Az álló hullám zárt pálya mentén terjedő hullámzásból is kialakulhat. Feltétele, hogy a pálya hossza itt is a fél hullámhoz egész számú többszöröse legyen. Az óceánok partjain, ahol ezt a földrajzi viszonyok lehetővé teszik, a felületi hullám energiáját egy érdekes vízisportnál, a hullámlovaglásnál haladó mozgásra lehet használni. A hullámlovas úgy csúsztatja a hullámban kialakult lejtő mentén a sporteszközt, hogy sebességéből a lejtő irányú komponens vízszintes összetevője megközelítően azonos legyen a hullám terjedési sebességével. Természetesen ez nem mindig sikerül.